Vasárnap volt egy olyan demonstráció, ahol több ezre voltak felvonult a tromák közt, és utána ezek a fekete ruhások nem hagyták el a községet. Ott álltak az ABC közértelő sarkokon, úgyhogy a romák már meg az oszok nem merte bevenni a bódba. És most a mai nap úgy el volt a helyzet durva, hogy ide bejöttek kutyákkal, ostort kivettek, és akkor megfenyegettek itt mindenkit, hogy máma minket megölnek, az egészünk egy gyerektől fogva mindenkit. Ezek után még bejöttek háromszor ugyanúgy, elkezdett fenyegetni életveszélyesen, lett szó a rendőr főkapitánynak, sajnos azt se tesz ellene semmit, és nem tudjuk, hogy most ennek mi lesz a vége. És nem tudjuk, hogy honnan várjuk a megoldást. Mert az ember nem azt mondja, hogy fél, csak hát nem akarok mi se a bajt. Hát a hangulat az nagyon feszült, patrásig van kifeszülve a hangulat. A gyerekek iskolába úgy mennek menni, hogy az ember elkísérje őket. Mert ezek a fekete ruhások úgymond, bemegyünk a boltba, ott vannak a hátunknál, bemegyünk az orvosnál, utána jönnek, iskolába is bejárnak, mint hogyha patán gyilkosság lett volna. De beengedik őket az iskolába is? Mindenhova bemehetnek, nyilvánosan mindenhova, és akkor úgy, hogy 5-10 csoporttal mennek. Félnek a romák? Félnek. De nem úgy félnek, hogy az életüket féltik, hanem a gyerekeket féltik. Úgy kell felkelni reggel 5:30-kor, hogy ezek a fekete ruhás polgárőrség elkezdik éneklelni a szózatot. Mi tűrünk, de nem tudjuk, hogy meddig megy az egész helyzet. De viszont a másik oldal meg újban bevették a lelki terort ellenünk. Persze, hogy félünk. Patai lakosság nagy része ezeket támogassa. Csak ezzel az egészen az a baj, hogy máma itt, holnap meg máshol. És ez egy országszintű probléma. És akkor szeretném ezúttal is felkérni, akik a romákkal valami együtt éreznek, akkor valami segítséget nyújtsanak felénk. Milyen segítségre számít? Hát védelme szeretnénk, a rendőrök oldalú, és hogy ezek a fekete ruhások itt községet elhagyják. Gyerekek, megszavazott a Fideszre! Mindenki! Mindenki! Mindenki látott szavazott, akkor jó volt a cigány. Most, amikor baj van, nincsen Orbán Viktor. 10 óra fele jöttünk haza, Gyöngyösszű, pakoltuk ki a Holmikot, vásárolni voltunk. Akkor bejöttek, jöttek erre, vagy 6-an. Elkezdtek kiabálni, büdös cigányok, a véretek bű, szummáma, kioncsuk a véreteket, házat építünk a hegyen, a véretek bű, meghaltok máma, megdöglötök, itt álltunk a kapuba, azt mondtam, te ki szépen, nem én az ő húga, hogy azt mondja, mi beszélnek most így? Jött ide, átlépett itt a járdán, ma ütött volna meg minket, ha ki nincsen velük gárdista nő, vagy nem tudom ki volt, az velük volt, nem kiabál rá, hogy hagyjad már, azt mondja, gyerünk innen el. Utána oda mentek az emberek, hogy hitták ki ők, hogy gyertek. Azt mondja, gyertek, mi van, féltek? Így fenyegettek máma egész nap. Kijött a rendőrség, azt mondták, nyugodjunk meg, nem engedik le őket. Azóta már 3-szor voltak itt. Nincsen senki mellettünk, senki. Akár hova, akárhány tévés volt lent, akármilyen nagy emberek voltak lent, senki semmit nem tesz. Rettegve alszunk, figyelgetünk, felváltva, hol a férjem figyelget, hol én figyelgetek, hogy nem jönnek erre, nem dobnak be valamit, nem meg ne lepjenek minket, ez megy már több mint egy hete. Iskolába tudják a gyerekeket vinni? Kísérni kell őket reggel iskolába, délbe megyünk, értük. Máma nem tudtam a kislányi menni, mert rövidített órája volt, nem tudtam, hogy előbb hazaért, befisít. Beért ide a kapuhoz, összepisílt a nadrágját, mert anya az, hogy ott kiabáltak rám, büdös cigányok, meghaltok a gyerekekre is. Rettegésben vannak a gyerekek. Még iskolába is bemennek, félelembe megyünk iskolába, akárhova megyünk, ott vannak, nem lehet tőlük megszabadulni. Meg a Farkas Flóri is. Telefonáltunk neki, jöjjön, segítsen, a kisebbség elnök úgy csinált, hogy ő nem tud semmit segíteni. Köszönjük szépen neki, ezt érdemeli, hogy a cigányok rászavaztak, a bizalmunkat beleadtuk. A feleségem 35 hetesen annyira megijedt a fekete ruhásoktól, most nem tudom, hogy gárdisták voltak-e, vagy polgárőrök voltak, de hogy futtak lefel a cigánsoron, ő úgy megijedt, hogy itthon megszült 35 hétre, és most Gyöngyösön kisfiamért most folyik, hogy megmentsék az életét. Bementem valamelyik nap az ABC-be, és bejött egy ilyen csukjás ember, csukja volt a fején, és ahova mentem, jött utánam. Ha a liszthez mentem, jött, ha a kenyérhez mentem, jött. Nem tágított el mellőlem, az rám tapadt, teljesen rám tapadt az az ember. És annyira féltem, hogy már a szívem a torkomba dobogott. Mentem a pénztárhoz, így reszkedtem, és tanúim is vannak rá. Nem is egy ott volt a bódba. Magyarok is csak azok, biztos nem fognak nekem adni igazat. És felmentem a polgármester úrhoz is, ott is elmondtam. Polgármester mit mondott? Azt mondta, hogy el fog múlni majd ez az állapot, ennyit mondott, nyugodj, de ez sose fog belőlünk kimenni.